De kérem szépen, én nem vagyok zsidó. Én magyar vagyok, és zsidó vallás. És azt mindig tudtam. Hát így neveltek. Az iskolában úgy hívtak, hogy más vallás. De nekem kellett rájönni. Hát senki a világon soha nem semmi rosszat sem mondott. Azt mondták, a katolikus hittanórán más vallásúak, reformátusok, evangélikus zsidók most mehetnek futballozni. László Károly egy rendkívül érdekes személyiség, és aki nem ismeri, vagy nem volt ott az előkészítő órákon, mert látok itt olyan diákokat is, annyit hadd mondjak el róla, ő Pécsett született, középiskoláit a Cisztercita Rend Reál Gimnáziumban végezte, ugyanabban az iskolában, ahol Babits Mihály is járt, majd a Pécsi Egyetem orvosi fakultására iratkozott be. 1944-ben Auschwitzba deportálták, ahol szerencsésen túlélte a borzalmakat, Dachau-ba szállították, ahonnan az amerikaiak szabadították ki a háború végén. 1945 őszén pedig Bázelbe költözött, és pszichoanalízissel kezd foglalkozni. Művészetekkel foglalkozik, műgyűjtő, irodalompártoló, aki nagy lelki adományaival támogatja jelen pillanatban is a hazáját, Magyarországot. Én tulajdonképpen Pécsett ismertem meg. Az én összes őseim Baranya megyéből származnak. Egy polgári család volt, erős nagypolgári tendenciával. A boldogság tetőpontja volt a kiegyezési Magyarország. Idős emberek, akár szegények, akár gazdagok voltak, fölragyogott a szemük, Istenem, a király volt még akkor, és Magyarország aránylag szabadabb volt, mint a többi monarchia ország. Persze, hogy mindig volt valaki, aki nem szerette a tótokat, a románokat, a zsidókat, a katolikusokat, a nem tudom micsodát, de az az ország, magyaroknak és a többi a nemzetiségeknek is kicsit kevésbé egy boldog korszak volt. Talán nem tettünk eleget a nemzetiségekért. Ezt utólag belátom. Pécs városa német volt és katolikus. Ott magyar nem volt 48-ig. Se protestáns, se zsidót nem engedtek be a német katolikus püspök, és 48-ban jött a nagy felszabadulás, akkor elkezdtek beszállongózni. Protestánsok, zsidók, az urak, akik vidéken voltak kastélyba, ott éltek a zsidók a arisztokratáknál, azok is lassan vettek egy kis házat a városba, és Pécs elmagyarosodott, hogy úgy mondjam, nagyon gyorsan, mert a magyarnak van egy rendkívüli asszimilációs képessége. Elképzelhetetlen, hogy mennyi nem magyar évtizedeken belül vadmagyarrá vált. Hát a Gárdonyi Géza sváb volt, a Tömörkén sváb volt, a Szegfi Gyula, és mind nagyon magyarok. Úgyhogy a magyaroknak rendkívül nagy a vonzerejük külföldi származású embernek. És mindenki magyar akar lenni. Erdélyben a zsidók magyarok akartak lenni. Eszükbe nem jutott, hogy románok akarnak lenni, ugye? És így tovább. Apám fölvette a László nevet. Pécs körül több faluban, tudom pontosan Szajkon és Szederkényben, sváb faluk voltak. Ő falu jegyzője volt. Világháborúban katona volt, 4 évig fronton volt, mint hadnagy, vagy nem tudom micsoda.
A nagybácsiaim mind végigharcolták a világháborút, és 20-tól kezdve kereskedő lett, és pedig képviselt egy német gumicéget, és bőrkereskedő volt, ami már egy jobb, az nem egy olyan, hogy mondjam, egy, nem cukorka üzlet, vagy nem rövidáru, hanem ott nagyba ment a dolog, és apám nagyon jól tudott a falusi emberekkel beszélni, mert ő is onnan jött, és így szépen meggazdagodtunk. Nővérem Kolostorban volt a mi asszonyunk rendnél. A zsidó elemi után beadtak a szüleim a ciszterci rend pécsi gimnáziumába. Azoknak az volt a specialitásuk, hogy reformátusokat, evangélikusokat és zsidókat kis mennyiségbe fölvettek. Mondjuk 500-600 tanulóból volt 50, akit úgy neveztek, hogy más vallású. Azt a szót, hogy zsidó, soha nem hallottam gyerekkoromban. Mikor nekem mesélnek, hogy micsoda antiszemitizmus, nem is hallottam a szót. Nem is volt megengedve. Teljesen egyenrangok voltak, soha nem próbáltak minket téríteni, soha. Inkább jósággal fegyelmeztek minket, mint veréssel vagy kemény parancs. A katolikus papok azt se nézték volna szívesen, ami nem fordult elő, hogy egy református vagy zsidó nem vallásos a saját vallásába. Az természetes volt, hogy azok menjenek az ő templomaikba. Aki nem tanulta meg, hogy mi a előírás, az nem tud az előírás ellen lázadni sem. Hát sok forradalmár jött vallásos nevelésből, de volt mi ellen lázadni. De semmi ellen nem lehet lázadni. Azt mondják, a fiatalságban mindegy szabad. Hát akkor már nincs is kedve hozzá. Nem egy erkölcsi jelenség a vallás, hanem az erkölcs az hozzátartozik. Az egy része. De az erkölcs egyedül az a hitetleneknek van. Akiknek nincs Istenük, azoknak, és nincs tíz parancsolatok, azok a erkölcsbe hisznek. Nekem az a meggyőződésem és a tapasztalatom, hogy aki az anyját szerette, és akit az anyja szeretett, az az életben, mint burokba született. Annak van egy életen át egy biztosítása minden ellen. Én az akartam lenni, lévenni, hogy anyámat mindenek fölött szerettem, a mai napig, az volt a hozzám legközelebb álló ember egész életemben, a mai napig. Azt akartam lenni, ami anyámnak örömet okoz. Anyámnak az számított volna, ha én Nobel-díjas leszek, vagy valami híres tudós, vagy valami híres orvos, vagy egy híres ügyvéd, mint a nagybácsim, anyám unokatestvér, akit úgy hívtak Pécsét, a város esze, ő kezelte az összes nagybirtokot Baranyába. Ő kliensei voltak a herceg és grófok és minden. Anyámra hallgattam, és ezért kerültem a jogi karról át a orvosi karra, mert ott is nehéz volt föl bekerülni, ott megint az egyház nagyon segített, a osztályfőnököm a Böröc Marci ciszterci tanár, aki nagy francia barát volt, és ezért engem szeretett, mert tudtam franciául, az bement az egyetemi tanárokhoz, és mindent, és akkor fölvettek engem először jogra, aztán orvosi karra, ezért nem kellett munkaszolgálatra mennem, úgyhogy én nem ismertem meg azokat a hátrányokat, ami egy Magyarországon egy szegény embert, vagy egy zsidót érheti. Mi jómódúak voltunk, minket sehol nem érintett a zsidó törvény. Úgyhogy mi csak mondjuk sajnáltuk a többit, akit elbocsájtanak, vagy nem tudom micsoda. Olvastam például nyilas újságokat, és nagyon csodálkoztam, mert körülöttem ilyen ember nem volt, az iskolában nem volt. Szóval mondjuk, hogy ha nem jönnek az események Németországban, akkor nem is lett volna olyan
nem figyelt volna az ember föl ilyen hívekre. Voltak protestáns üldözések is, volt a Szent Bertalan éjszakája, voltak üldözések, a templomos rendek. Szóval a történelemből nem az volt az érzésünk, hogy ez a 20. században aktuális. Sajnos nem vontam le a konzekvenciákat. Nekem egy német repülő, aki dezertált, német egyenruhát akart szerezni, hogy átmegyünk a jugoszláv partizánokhoz együtt, hogy a Németország ellen hűzjünk. Azt mondták, a szüleim meg vagy bolondulva. Most át akarsz úszni a Száván, a Dráván és mindenen, te nem vagy egy sportember, és minket itt akarsz hagyni, és mi. Szóval nem vettem komolyan. De ő mondta nekem, a német repülő, hogy én titeket mind megölnek. Láttam Oroszországban, hogy hogy ölik az embereket. Én el is felejtettem, amit mondott. Most eszembe jut megint, és a könyvbe. Nem is vettem komolyan. Mikor Pécset bevezették a sárga csillagot, akkor én azt mondtam, kevés zsidóval voltam jóban, mert katolikus gimnáziumban voltam, de néhányat ismertem, mondom, most vegyétek fel a legszebb ruhátokat, megyünk sétálni a főutcán, Király utcán. És mentünk zakóban, sötét zakó, fehér ing, nyakkendő, és itt egy nagy sárga csillag. És én írtó élveztem. Mondom, most megvizsgáljuk, hogy az emberek milyenek. És akkor tényleg az volt, hogy az egyik elnézett, a másik oda jött köszönni, a harmadik az megvetően nézett, de nem volt ugyanaz a reakció. Voltak emberek, láttam, akinek könnyű volt a szemükben, szóval minden volt. És nagyon örülök, hogy ezt megcsináltam. Mert ezzel én a magam problémáit megoldottam. Akik ott néztek, talán nem, azokért nem, de az enyém meg volt oldva. Mikor mi el kellett hagynunk a házunkat, anyám azt mondta, hát ezt sose látjuk megint. Mondtam, ugyan ne csináljen dolgokat, mondom, most jön egy új kaland. Én azt mondtam, most valami új jön. Én most már ezt untam. Mindig ugyanaz a ház, minden funkcionál, minden remek, és én meg valami újat akartam. És akkor minket kitelepítettek, egy kocsiba elvittünk néhány bútort. Engem ez mind írtó érdekelt, hogy mi jön. Egyáltalán az, mi jön most? Mert eddig nem jött soha semmi, amit nem tudtunk előre. Először életemben jött valami új, egy meglepetés. És ott rögtön halálos szerelmes lettem egy lányba, és 6 hétig csak a szerelemnek éltem. Annak ellenére, hogy én egy nagy magyar hazafi vagyok, azért nem tudom nagyon elfelejteni, hogy magyar csendőrök és német SS-ek deportáltak minket együtt. A szerelmemet a minket deportáló magyar csendőrhadnagy, aki ismerte őt, beleszeretett, kihozta a deportáltakból az anyjával, elrejtette az öngyilkos, a halotti kamrában, ahol az öngyilkosok voltak, engem odavitt a deportáló magyar csendőhadnagy, kérlek szépen, a Zsuzsika küld, és gyere velem, és kezet nyújtott, és mintha őt is deportálnák, és oda elvitt engem, hogy találkozzunk még egyszer, körül hörögtek a halottak, a haldoklók, és akkor háború után tudtam meg, akkor őket kicsempészte a halotti kamrából, elvette feleségül, gyerekük van, az megvan, és ez a csendőrnagy aztán bíróság elé került, ahol egy zsidó ügyvéd védte őt, Pécset, és azt hiszem nagyon kis büntetést kapott, vagy fölmentették, és elment valahova Kanadába. Hát egy marhavagónba 80 vagy 100-an voltunk, Szüleim és ismerősök és ismeretlenek, és elindultunk 3 nap és 3 éjjel. Egyszer megállt a vonat, és lehetett vizet kapni.
étel, akinél volt, volt, aki nem volt, nem volt, étvágya nem nagyon volt az embereknek. Anyám azt mondta nekem egész távgyilagosan, te, ezek minket megölnek. Mondom, ugye? De, én mondom neki, ezek minket visznek megölni. Kérem, kérdezzetek akármit, mert akinek valamiben nincs tapasztalata, az, aznak először orientálódnia kell. Azt szeretném megkérdezni, hogy ismeri-e az okát, hogy miért került oda, és hogy hogyan történt? Hogy miért került oda az okát, hogy miért került Auschwitzba, miért szállították el? Kérem szépen, a egész német ideológia az a fajelméleten alapult. Szóval a német ideológiának az volt az alapja, hogy vannak magasrangú fajok és értéktelenebb fajok. Különben a magyar is az értéktelenebb fajokhoz tartozott, mint a lengyel. Az egész teória többször előjött az európai filozófiában, egyszer egy gróf Chamberlain volt egyik alapítója, a másik egy híres zsidó bécsi író, a Weininger, ő azt mondta, hogy vannak magasrangú és alacsonyrangú fajok, például a zsidó alacsonyrangú, mondta a zsidó Weininger, és aztán öngyilkos lett, szóval egy nagyon jelentős ember volt, de nem volt egészen mondjuk kiegyensúlyozva. A német szellemben a tudomány az nagyon magasan áll. Hogy azt mondják, én valakit gyűlölök, azért nem ütik agyon. De ha azt mondja egy tudományos elmélet, hogy az alacsonyabb rendű, és sajnos, még azt is hozzátették, ki kell őket írtani, mert nem a legmagasabb rendű emberek, ezt még nagyon sok értelmiség is elfogadta, mert tudomány. Annak azért annak egy mágiája volt. Na most én is így kerültem oda, én a fajelmélet alá estem. Volt Pécsett az egyetemnek egyik legkiválóbb farmakológusa volt, az Mansfeld Géza professzor. Azt nem mint zsidó vitték el, hanem mint politikai foglyot, mert volt, mielőtt a zsidók jöttek, az arisztokraták jöttek, a szociáldemokraták jöttek, mindenféle emberek, akik fekete listán voltak a nyilasoknál. Akkor vitték el az ilyen Bajcsi Zsilinszkit, akkor vitték el a Rassait, akkor vitték el a Gróf Aponyit, akkor vitték el a... egy csomó ember. És Pécsről ezt a Mansfeld elvitték, és azt az SS Auschwitzban egy ilyen laboratóriumba betette, hogy használják, hogy valamit találjon ki, vagy csinál. A felesége a lányával kin volt a városban. Ők most megijedtek, hogy a németek őket elvitték, és arra őrült gondolata jöttek, hogy ők bemenekülnek a gettóba. És a Mansfeldéket eldeportálták a családot Auschwitzba, és úgy volt a szokásod, hogy anyák gyerekkel, azok rögtön a gázkamrába mentek. Na most ott voltak még egy egyetemi tanár, a Schaeffernek a felesége, két nagy lánya és egy kisgyerek, és mikor mennek az úton, azt mondja Mansfeldné, ne vegyem át a kisgyereket segíteni? Hát átadta. Erre a Schaeffernné a lányaival kint maradt, és életben is maradtak, és a Mansfeldné bement a gázkamrába egy idegen gyerek miatt. Na most hozzájön még, hogy a Mansfeldné nagyon antiszemita volt. Nagy fölvidéki földbirtokos volt, és a lányokhoz zsidó nem jöhetett vendégségbe. Ez még az egésznek az iróniája. Magyarországról a gestápó az elitet vitte el a keresztények, a zsidóknál mindenkit. Azért egy kis különbség van, nem a gyerekeiket vitték el, nem a beteg szüleiket, hanem őket, akik ellene voltak a nemzetőzők, a Rassai, a Bajcsi Zsilinszki, hát Aponyi György, hát sokan voltak, Sigray Antal. Szóval itt az elit. És az egy különbség, hogy az én politikai meggyőződésem miatt leszek üldözve, ahol én vagyok az ok, vagy hogy az
gyerekeimet, a szüleimet, a betegeket és azokat is elviszik, akik sajnos túl keveset csináltak. Ezt is hozzáteszem. Nekem nagyon kellemetlen, hogy engem elvittek Auschwitzba, és nem fegyverrel a kezembe haltam meg. Azt szerettem volna inkább. Túl gyáva voltam, én is sokan mások, mert az a helyes reakció, és nem pedig, amit én csináltam, hogy majd valahogy lesz. És mentem a többi a nyájban, a végén még avval lettem megjutalmazva, vagy megbüntetve, hogy életbe maradtam. Ezt látja, aki ahogy akarja. De a helyes lett volna az ellenállás. Ezek mindnyájunkat előre tereltek. Oldalt nagy tüzek égtek. Bizonyára higiéniai okokból elégetik a ruhákat, gondoltuk akkor még, a krematóriumok láttán. A rámpán elég sötét volt, a nagy tumultusban könnyen elveszíthette az ember hozzátartozóit. Minden igen gyorsan ment végbe, és folytonosan előre hajszoltak bennünket. Néhány perc múlva megállt a menetoszlop egy kivilágított térségen. Ott ült egy magas termetű, elegánsan öltözött fiatal SS-tiszt, jóképű férfi, sötét, maga elé meredő szemekkel és összeszorított szájjal, kisé merev tartásban, aki az előtte haladókat jobb keze mutató ujjával, hol jobbra, hol balra vezényelte, a legtöbbet balra. Engem néhányad magammal jobbra irányított, utunk a fürdőbe vezetett, a többieket elvesztettük szemünk elől. Hát ilyen volt a megérkezés. Azt persze nem tudtuk, hogy dr. Med Mengele, az unottan ott ülő fiatal SS-tiszt, mutató ujjával balra, a gázkamrákba küldte az embereket. A magyar zsidók olyan hülyék, mint a magyarok, mint nem hisznek el tényeket. Mikor oda megérkeztünk, azt mondta mindez a sok hülye zsidó, hogy ezek a ruhákat égetik el, jöttek régi foglyok, és mondták, itt elgázolják az embereket. Ugyanezek az SS propagandája, ebből szó nincs, én azonnal elhittem. Amint ott voltam, láttam a lángot, láttam a füstöt, mondtam, el innen, ezek hülyék. Én mentem a német zsidókhoz, és a lengyelekhez, nem zsidókhoz, és az olaszokhoz, és a franciákhoz, akik ott voltak, és hallottam, hogy mi van. Én akartam tudni, mi van, és ezek meg nem akarták tudni az igazat. Ez egy jellegzetes magyar tulajdonság, hogy mindig délibábban élni. Ugye? A délibáb. És én pedig tudtam, és akkor ezért tudtam, hogy most mit kell csinálnom. Nekem egy dolgom volt, nem energiát veszteni, és munka elől elmenekülni. Mert az az embert tönkretette, ha nem kapott enni, akkor még energiát. Tehát elbújni, az esetleges betegséget kiheverni, mert volt egy ilyen gyomor-bélbajom, és tudtam, hogy csak koplalás ér valamit. 3 napig koplaltam, mikor az ember éhes. Hát az elég nehéz dolog volt, de orvostalgat voltam, tudtam, hogy ezt kell csinálni. Akkor valahol valamit lopni, például a konyhához mentem, és a levágott krumpli héjakat elloptam, megmostam vízbe, és abban volt C-vitamin és valami kalória. Szóval az ember fő foglalkozásom volt túlélni. Na most a legtöbbnek nem sikerült. És az embert megszokta idővel, hogy ez így van. Én Pécset soha nem létezett 18 éves korban, még de 21-ig sem, hogy megismerkedjek valakivel. Az ember ismeretlenül nem beszélt. Hét után este nem szabadott utcára menni kolostori diáknak. Nem voltam soha egy étteremben, nem voltam egy mulatóban, nem voltam egy kocsmában, sehol nem voltam, és azt ismertem, akit ismernem kell. És ha nem a nővérem vagy a szüleim mutattak be, akkor nem lehetett megismerkedni. És most egyszer az egész világgal megismerkedem.
Hát egy őrült élmény volt. Én, aki Pécset egy zárt körben éltem, nagyon zárt körben, család és iskola és Kolos és minden, egyszerre ott voltak francia főispán, szóval annak megfelelően orosz katonatisztek, lengyel szabadságharcosok, lengyel zsidók, zsidók mindenfajta, görög zsidók, akik olyan görögök voltak, és szót nem tudtak görögön kívül, őket mind megölték, mert nem is értették, hogy ez mit mond nekik. Olasz zsidók, akkor voltak németek, árják, nácik is, akik például Hitler ellen fordultak 34-ben, de nácinak, ott is még nácik voltak. Nagyon érdekes. Akkor vadorzó, magzat elhajtó orvosok, és mindenféle homoszexuálisok, aszociálisak, minden a világon, a világot megismertem. És még egész Európát. És akkor beszélgettem ezekkel az emberekkel. Egyszer ültem egy kövön, és mellettem ült egy olyan úri külsejű ember. Hát mondom, elkezdtem németül, hát te még ki, mindenki tegezte egymást. Mondom, te meg ki vagy? Azt mondja, és hallom a német kiejtésen a magyar hátteret, hát bemutatkozott, soha nem mutatkozott senki be, én vagyok a Kvitner, mondom, egy pillanat. Hát a Gresham palotát Budapesten, azt a lovag, vágvölgyi Kvitner épített, azt mondja, az volt az apám. Így ismerkedtem. A lovag Kvitnerrel kezdtem, Kászkámára került, már túl öreg. Maga hallotta és látta az emberek kivégzését, elgázosítását. Tehát eleve... És lassú halálát. Hozzá kell tennem, hogy ez volt a gyors halál. A szörnyűbb volt, akik úgy lassan elfogynak. Úgy hívták őket a mohamedánok, a muzulmánok. Ez volt a nevük, akkor látni lehetett, hogy ennek nincs jövője. Ez ilyen hal, ez megy a gázkamrába. De előzőleg még kellett élnie. Amikor már ment a gázkamrába, akkor az egy óra alatt el volt intézve. Persze az egy órát borzalmas lehetett annak, mert mindenki tudta, hogy hova megy. Csak az ember úgy meg tudott keményedni, hogy az ember azt mondta magának, ha én ezt elkezdem magamat sajnálni, hát akkor végem van. És a mai napig nem sajnálom magamat. Ezt megtanultam ott. Mindet ki kell bírni, és nem kell önsajnálkozás. Tény. Ez így van. Mondjuk, hogy ha kicsit költőjen fejezek ki magam, a pokolba vagyunk. Most ott vagyunk. Mi 1000 férfi körül lettünk deportálva Pécset, ebben munkaszolgálatok nincsenek benne persze, és abból 12 férfi élte túl, az én családomból senki nem maradt életbe. Azt tudtuk, hogy minden idősebb, és minden gyerek, és minden más állapotos meg lett azonnal ölve. Néven, hogy szüleim idősebbek voltak rokon gyerekek, azok még gyerekek voltak. Szóval itt nem volt kétség. De lehetett volna valahol még valaki távolabbi rokon, de a végén kiderült, hogy nem volt. Tehát mindenkiét megölték. Aki Magyarországon volt. A nővéremet egy német katonatiszt, aki azelőtt náci volt, 33-ban, és aztán Hitler ellen fordult, kicsempészte Magyarországon a gyerekkel együtt Svájcba. Egy magyar katonat, egy magyar rendőrtiszt, és egy német volt katonat is segítségével. Azok életben maradtak. Szóval megint az a, tudja, minden általánosítás, hogy a németek, és a svábok, és a magyarok, és a nem tudom kicsit, ez mind helytelen. Az egyik ilyen volt, a másik olyan. És még ugyanaz az ember is ugyanabban az életben egyszer ilyen és egyszer olyan volt. Még az sem állandó. Nincs állandó jó ember és állandó rossz ember. Mikor tudta meg, hogy elvesztette a családját? Én egy nap múlva. Akkor jött bennem, az majd én megmutatom nekik. Engem nem fognak megtörni. Pontosan nem. És túl fogja élni? Nem.
Nem fogom túlélni, de utolsó pillanatomig nem törnek meg. Színűtlen, hogy ezt túlélem. Ahova nem is lehet számítani. De nem hagyom magam megtörni. Én a könyvemben könyvelőkhöz hasonlítottam az SS-eket, ott könyvelés volt. Ennyi ember jön benny, ennyi lesz elgázosítva, ennyi magad életbe, akkor le kell őket számolni, ez mennyi, az mennyi, annyi, kellett listát csinálni, minden halottat pontosan leszámoltak. A döntő az szerintem, hogy először jött a történelembe be a nem érzésből ölés. Ameddig az ember késsel rámegy az ember, lelövi, agyonüti, agyonveri. Az a történelemben nagyon sokszor előfordult és ismerjük. De egy átgondolt szisztéma, ahol működik, mint egy automata, ahol az embernek a bűne már nincsen, még csak az, aki tervezte, ahol csak meg egy gombot megnyomnak és a gáz megindul. És utána a foglyok maguk viszik ki a halottakat. Ez az, ami megrendíti az embereket. Nem az, hogy ez szörnyűbb vagy jobb. De itt egy új kvalitás jött bele, ameddig az embereket egyenként le kell szúrni, és egyenként kell lelőni. Addig nem lehet két órán belül 10 000 embert megölni. Itt jött egy új lehetőség, sokkal nagyobb mennyiségben lehet embert pusztítani. Ez annak, aki meghal egyik vagy másik helyen, teljesen mindegy. De itt egy új perspektíva jön bele. Ugye olyan, mint az atombomba. Az egy új dolog volt. Volt fegyverek mindig voltak. Én azt is megírtam a könyvben, hogy ne bízzatok túlságosan a túlélőkben. A legjobb emberek halottak. Az ember fejében nem volt más, mint vagy meghalok, vagy él, túl tovább élek. Más nem jutott el hozzánk. Minden eltűnt. Csak, hogy holnap élek-e még, vagy nem, mert holnap vége lett a háborúnak. Következő kapcsolatok voltak, amiket megfigyeltem. Például fiú testvérek összetartottak. Apa és fia. Fivér és öcs, azok próbáltak egymáson segíteni, az tovább ment. Na most nagyon ritka előfordult, hogy apa még fiatal volt, a gyerek már elég öreg volt, hogy mind a kettő ott volt. De azt is észrevettem, hogy a halál elől csak úgy lehet menekülni, az ember érzéketlené válik. Ott volt egy pécsi ügyvéd a fiával. A fia egy híves, nagyon híves volt, hogy a matematikai tehetsége volt az iskolában. Kaos Pistasz. Ő meg ügyvéd volt. És egy nap találkozom vele, mondom, hol a fiad, a Pista. Azt mondja, tegnap vitték el a gázkamrába, jéghideg hangon. Ő tudta, ha ő most megrendül, akkor neki is vége van. Ő nem tudja magának megengedni, gyászolni, vagy szomorúnak lenni, mert akkor vége van. Ez volt egy alapvető valami, az ember nem tudott magának érzéseket nagyon megengedni. Nem igaz az, hogy egy SS nem képes a szeretetre. Imádták a kutyáikat. Hát az valami csoda, hogy mit simogatták a kutyáikat, és hogyan a kutyákon, hát mint egy szerelmessel. Nekem azonban a kutya ide beleharapott, nekem más volt az érzés, pedig szeretem a kutyákat, de nem ha harapnak. Még van még most is a nyoma. Csak azért nem haltam meg, mert a kutya nem harapott ki húst, hanem beleharapott. Akinek kiharapták, az meghalt, mert nem volt kezelés.
volt egy közbeeső csoport, a foglyok, akik a őröktől hatalmat kaptak, úgynevezett kápók, vagy a blokkoknak az előjárói és ilyenek. Ezekkel volt dolgunk, akik részben szörnyetegek voltak, részben nem. Például Auschwitznak a fő tábor vezetője az egy úgynevezett professzionális gyilkos volt, német. Annál korrektabb, jobb embert én életemben nem láttam. Az mindent megtett a foglyokért, szembeszállt az SS, egy német volt, német börtöntöltelék, aki azt hiszem gyilkosság miatt volt börtönben. Az volt a legkorrektebb ember, aki védte az embereket, és soha nem kínoszta őket. Volt más is. Volt, aki boldogan verte el egy másikat, hát mindenütt. A Theresienstadt nevű koncertslágernek a főfőnökével egy rabbi, a Murmelstein, akiknek az volt a szokásuk, hogy mindig az előző főnököt a gázba küldték, Auschwitzba, hogy ő jöjjenek a helyére. Bocsásson meg, itt valamit nem értek. Igen. Egy rabbi milyen főnök lehetett egy koncentrációs tábor? Az SS kiválasztott egy zsidót, ő a főnök. Aha. És ez véletlen egy rabbi volt, a többi nem volt rabbi. Csak ennél mondjuk még kicsit zavaróbb az ő szerepe. Szóval egy kollaboráns volt, mert azt hitték mindig, hogy ők életben vannak, a következő őket küldte el. Na most őnek az volt a szerencse, vége volt a háborúnak, és őt már nem tudták elküldeni. Valaki, akinek nagy állása volt, az ehetett, amennyit akart, vagy lophatott, amennyit akart, az majdnem ugyanaz. Igaz az, hogy kuplerá is volt? Természetesen, hogy volt. Hogy minden lágerban. Az volt a SS-eknek számára, és magashangú foglyoknak, akik eléggé kollaborált. Hát kiválogatták Európa legszebb nőit a transportokból, azok kaptak föstéket, kifösthették magukat, a fajukat nem vágták le, a többinek mind levágták kopasz a haját, ezek hosszú hajjalma voltak. Olyan szép nőket ritkán láttam életemben, ezek néha úgy ott sétáltak messziről, mondom, te jó Isten, kik ezek a elegáns, gyönyörű nők? Hát mondta nekem valaki, aki már vége volt, ezek a kurvák, szóval a kényszeredett kurvák a Valdiházban. Abban az időben beteg voltam, ha ugyan a szervezet vészes leromlását betegségnek lehet nevezni. Az a veszély fenyegetett, hogy a lágerlakók jól ismert végelgyengülése vett véget életemnek. Egy nap ott áldogáltam a gyengélkedők barakja előtt, azzal a megmagyarázhatatlan reménységgel, mely már annyiunkat rászedett, hogy tudniillik most az utolsó pillanatban mégis kell történnie valaminek, ami megállítaná a sors kerekét. Többnyire semmi sem történt, de egyszer mégis teljesült a remény. A gyengélkedő barak oldalajtajából egy 13-15 éves cigánylány közeledett felém. Kék szeme és aranyszőke haja, később a kiejtése is elárult a német voltát. Úgy tűnt, hogy a gyengélkedők konyháján dolgozott. Hozzám sietett, majd suttogva és feltűnés nélkül, hogy a konyhából ne vegyenek semmit észre, megkérdezett, akarok egy darab fehér kenyeret. Mintha egy koldust kérdeznénk, elfogadna-e vajon egy aranyat. Válaszom meg sem várva, kezembe nyomott egy negyed cipót, meghagyta, hogy másnap ugyanebben az időben megint jöjjek el, és mint valami látomás, már el is tűnt. Köszönetre sem maradt időm, csak ott álltam mozdulatlanul, és még sokáig láttam magam előtt állni. Másnap újra ott voltam, ő is eljött ugyanúgy, átadta a kenyeret a következő napra is odarendelt, és óvatosságra intett. Számomban ez a napi darab fehér kenyér az életet jelentette, mert egyebet már nem tudtam volna megemészteni. Körülbelül egy héten át jött naponta a kis cigánylány, a nyilvánvalóan lopott kenyérrel, majd ahogy jött, úgy el is tűnt, hátrahagyva mosolyának emlékét. Bennünket mindenek előtt bezártak a barakkokba. A barakkokban remegtek az emberek, mint viharban a nyáj, és néma csendben figyelték, a farrésein át még látták is a teherautók érkezését, melyek majd a gázkamarába viszik az odaszántakat. A teherautók megérkeztét hamarosan pokoli hangzavar követte, rémítő vegyüléke hörgő halálsikolyoknak, ütlegek csattogásának és a legkülönbözőbb európai nyelveken felhangzó kétségbe esett segélykiáltásoknak. Csak miután elcsattant az utolsó ütés, és felhangzott az utolsó halálordítás, csak akkor éreztük lassanként, hogy valami most elmúlt, és az idő órája újra jár. Azon az éjszakán a régi világ egy darabja pusztult el,
Azóta hiányzik Európa végtelen országútjairól néhány koldus és pucér cigánypurdé, néhány tolvaj és zenész. Azon az éjszakán tűnt el a szép német cigánylány. Se vágy, se el nem csókolt csókok nem tudták a sorskerekét visszafordítani. Csupán a fájdalmas emlékezés tudja érintetlenül és néptelenül maradt légies alakját néhány pillanatra felidézni. Mint annyi milliónak, neki sincsen sírja, ám a levegővel naponta lélegezzük be hamvainak apró parányait. A zsidókon kívül csak a cigányokat volt holokauszt. A holokauszt szó gömögül valami olyat jelent, hogy tűz, tűzzel meghalni. Na most akiket millió számba lelőttek és agyonvertek és meghaltak éhezni, ott nem volt tűz, csak meghaltak. A cigányságnak hatalmas kvalitásaik vannak, tehetség, de nem egy intellektuális nép, akiknek nincsenek a televízióban, az újságokban embereik. Ez nem szégyen, így van. Egyrészt. Másrészt azért azt is meg kell mondani, hogy a európai cigányságnak azért egy kis 5-10%-át írtották ki, és az európai zsidóságnak a 80%-át. Szóval itt tényleg van egy bizonyos jogosultság jobban megsértődni. Ugye? De én föltétlen amellett vagyok, hogy ha akarnak valamilyen emlékművet csinálni, akkor az legyen zsidó cigány együtt, mert az volt a holokauszt. Ez nem fog a zsidókra tetszeni, de hát ez így van. Auschwitzból elvittek egy másik koncentrációs lágerbe, annak az volt a neve, hogy Sachsenhausen, onnan elvittek egy harmadikba Oranienburg, onnan elvittek egy negyedikbe Buchenwald, és ott azonban nem maradtunk, hanem kimentünk egy kőbányába, úgynevezett különleges komandó. Na most, az aztán sokkal szörnyűbb volt, mint Auschwitz, mert ott a napi 12 órát kellett dolgozni, télen rossz ruhával és alig étellel. Vettem egy lapátot, és ugyanazt a csomagkövet mindig balra-jobbra és jobbról-balra tettem, és keveset. Úgyhogy nem annyira fáradtam el. Most az SS-ek korbácsokkal jártak az emberek között, aki nem dolgozott, azt verték. Na most megint, miután verték az embereket, akik féltek és remegtek, én pedig így álltam és néztem az SS, engem nem vert, soha nem ütöttek rám. Hogy ez összefüggje avval, hogy én nem féltem, vagy tiszta véletlen, azt nem tudom. Engem nem vertek. Rátettek minket egy vagonra, nyitott vagonra, február végén, március, még hideg volt, és ott az valami 5000 ember, és azok egymás után meghaltak. És nagyon érdekes az embereknek a szembesítés az emberekkel, amikor meghalnak. Ez Szondi is leírja, hogy élet egyik legnagyobb élménye volt az első világháborúban, ahol ő mint orvos katonatiszt a haldoklóknál volt, és rengeteget tanult, azt mondja. Azt mondja, az ember a halála előtt a leginkább önmaga. Ott minden máz, minden maszk leesik. És én is itt haldoklók között voltam, illetve egy haldokló a haldoklók között. És ott volt ez a flektifuszom, hatalmas lázzal, és ennek az volt a eredménye, hogy nem fagytam meg, mint a többi részben, mert nagyon lázas voltam. Viszont nagyon lefogytam, ennivaló alig volt, és amikor egyszerre megállt a vonat, és jöttek valami csendőrök, vagy én mit tudom, micsoda, akkor kiderült, hogy egy koncentrációs láger határán vagyunk, és vége a háborúnak. Csak én nem tudtam már fölkelni. 38 kiló voltam, és akkor valahogy bevittek, és akkor összetalálkoztam cseh önkéntesekkel, diákok, akik jöttek segíteni, és az egyik lány, cseh lány, kiderült, hogy ő ment keresni a volt zsidó vőlegényét, ők nem voltak zsidók.
És én hasonlítottam hozzá. És erre magukhoz vettek, és mondták, nemhogy bemenjek a kórházba, mert a kórházban az oroszok a súlyos betegeknek injekciókat adnak, azokat, akiket nem érdemes már egészségessé tenni. Hát ez egy kicsit a mentalitásban volt. Segítettek, de részben gyógyítani, részben a más világon segítették az embereket. Ők mondták, nem szabad bemennem a kórházba, hanem magukhoz vettek. Könyörtelen voltam. Mesélt egyik osztálytársam, 20 évvel később, vagy 30 évvel később érettségi találkozón, hogy te én téged megszólítottalak 45-ben, és te nem is köszöntél, és tovább mentél. Hát akkor úgy látszik, én akkor úgy éreztem, hogy, mert ez egy tény, hogy ne, amikor bejöttek a németek, egy osztálytársam nem jelent meg. Egyet sem láttam többet. Egy papot, egy tanárt sem. A barátok eltűntek. Most utólag én ezt megértem, és már nem veszem rossz, akkor úgy látszik, nem zokon vettem, és ettől tudtam meg, hogy én ilyen könyörtelenül jártam ott, és még csak nem is köszöntem neki. Fölismertem. Azt mondta, jött hozzám tárt karokkal, és én még tovább mentem. El innen. Itt jön ugyanaz. Egyszer nekem elég volt a Hitler, nekem nem kell még a Sztalin is. Volt ember, aki azt mondta, és ma is mondja, hogy az ember hazáját nem szabad elhagyni. Ez igaz. De én meg azt mondtam, én nem akarok hős lenni. Én egyszer ezt kibírtam, kétszer nem akarom, én nem leszek soha hívük. De hogy ne legyek kényszerítve rá, inkább elmegyek. Sikerült a svájci követségem vagy konzulátuson keresztül megtudnom, hogy a nővérem tényleg él. Bázelban, tehát volt egy helyem, ahova megyek. Valamit volt. A nővérem hajlandó volt egyetemi tanulmányaimat finanszírozni, és akkor pszichiátriára mentem, és akkor lassan jött a gondolat, hogy pszichológus legyek, tehát még pszichiátriát hallgattam, és akkor mentem pszichoanalitikusnak, úgynevezett tanpszichoanalízis, ahol az ember egy saját analízis és egy kontrollanalízisen keresztül megy, és én a freudista pszichoanalitikus társaság tagja lettem, ami azt jelentette, hogy el vagyok fogadva, mint pszichoanalitikus. Meghallottam, hogy Szondi Zürichben él, a nővérem hajlandó volt nekem nála tanórákat finanszírozni, és hozzámentem hetenként egyszer vagy kétszer órára tanulni. És az életem egyik legnagyobb élménye lett. Volt egy erdélyi zsidó, Kassner Rezső, aki megvásárolt 1000 zsidó életét az SS-től, beletette a saját családját, és híres embereket, például Szondit. Ezt a zsidót megölték Izraelba utána. Először vád alá helyezték, bíróság, avval, hogy miközben a többit megölik, ő a saját családját menti. Pénzzel, és segíti az SS-t végeredményben, ha nekik fizet. Tovább megy a háború. Van ebben valami kis logika, csak... Na most, ő is egy Kassner zsidó volt. Azt mondja mindenki, aki a lágerben volt, hogy nem volt ember, aki olyan rendesen viselkedett volna, mint a Szondi ott abban a lágerben. Mert először német koncentrációs lágerbe mentek, onnan jöttek Svájcba. Szondi mindenki segített, soha nem vesztette el a türelmét. Tudnik normális volt, és önmagát meg tudta gyógyítani. Ez a legritkább eset, hogy egy pszichológus magát is meg tudja gyógyítani. Ő meg volt gyógyulva. Szondi a pszichológiáját sorsanalízisnek nevezi, az ő fő témája a sors. Ő volt az első, aki a sorsot
pszichológiailag úgynevezett tudományosan megvizsgálta. Most az a kérdés, valakinek milyen fogalma van a tudományról. A klasszikus definíció csak addig van tudomány, mint matematika. Hát a pszichológiában nincs matematika. De amit tudománynak elismerünk, ő ezt így megvizsgálta, és felfedezte, hogy a sors az genetika. És ezért üldözték annyira a kommunizmusba, jobban, mint Freudot, mert a legnagyobb ellenségnek tekintették a marxisták a genetikát, ahol nem a párt és a marxizmus csinálja az embereket, hanem a születés. Milyen kapcsolata volt vele? Szóval ez a tanárdiáki, vagy mester? Mester és tanítvány, természetesen. De nem ő az ő részéből, az én részemből. Ő nagyon barátságos volt, és nagyon közvetlen. A zsidók ma nem a zsidók, hanem ami maradt belőlük. A java az nem csinál semmit, mert az halott. Általában az ilyen dolgokban nem a legrosszabb embereket választják ki, hanem a legjobbakat. Tehát már nem az a zsidóság van, ami volt 1890-ben, vagy 1910-ben, vagy 1930-ban. Nagyon sok zsidó kivándorolt, 45 után is, és nagyon kevés belőle Izraelba. Izraelben élnek többfajta ember. Először is élnek szerencsétlen emberek, akiknek nem sikerült, mint nekem, megtartani az öntudatukat és az identitásukat, akik oda menekültek, mert nem volt hova menni. Milyenek a lengyel zsidók, akik sose voltak igazán lengyelek. Akkor Izrael átmenetileg jó volt üldözött zsidóknak, akik nem tudtak hova menni, és akkor elmentek máshova. És akkor emellett keletkezett egy szerintem nagyon visszataszító nacionalizmus, sovinizmus, ami nem minden Izraelre vonatkozik. Van ellenzék. Van a Yeshayahu Leibovitz, aki azt mondta, hogy ez egy náci kormány, mondta a saját kormányára. Aki azt mondta, hogy minden zsidó katona dezertáljon, ha arab területre menjen, mert ott nincsenek jogaik nekik, mint katonának menni. De a fő tendencia, és akik hatalmon vannak, azok kitaláltak egy új népet, és lévén, hogy a vallásosak 10-15%, akkor is a szerintem hamis politikai véleményeik vannak, de azok egyedüli zsidók. A többi lakosság az zsidó származású, vagy arab. Az nem egy zsidó ország. Elismerem a Szentföldnek a fontosságát. Ehhez nem kell katonaság, ehhez nem kell háborúkat csinálni. Sajnos ez a tragikum, hogy az üldözöttek tovább üldöznek. És nem veszik észre, hogy most az arabok a zsidók. Hogy az emberek kétségbeesésükben, akik elvesztették egész családjukat, és maguk is szenvedtek, hogy ezek követeléseket hoznak, és esetleg túlzott követeléseket, az emberi. Ön kapott kárpótlást? Én ígértek, egy német ügyvéd mondta, hogy nagyon sokat tudok kapni, és mondtam, hogy nem vagyok hajlandó, mert nem fogadtam el, mert ahhoz azt kellett volna mondanom, hogy lelkileg vagy testileg szenvedtem és károsultam. Én megmondtam, én nem károsultam se lelkileg, se testileg, ergo nem kaphatok. Már bocsásson meg, nem nézték magát hülyének? Azt nem tudom, én ezt az ügyvédnek mondtam, én Magyarországon se fogadtam el kárpótlást. A mi házainkért én nem voltam hajlandó. Az emberek a színházat, amit megszoktak, azt tovább játsszák. És azt hiszik, hogy nekem kötelességem zokogva mondani, ezt elmondani. Ugyanezt elmondhatom, de zokogjak, és folyanak a könnyeim. És pont ezen nem adom. Én nem vagyok hajlandó Hitlernek egy utólagos győzelmet adni, vagy a Sztalinnak.
Én őket legyőztem a ténnyel, hogy élek. Nem fegyverrel, és nem. Én túléltem őket, ez egy győzelem. És ezt én nem adom oda. Azzal, hogy engem utólag hagyom magam megtörni. Hát ha ott nem törtem meg, akkor miért törjek meg most? Nehezen tudom elképzelni, hogy ön mondjuk beszélgetett Szondi Lipóttal, és nem beszélték meg, mint analitikusok mondjuk Auschwitzot vagy Hitlert. Nem. Neki nem volt probléma, nekem nem volt probléma. Az olyan emberekkel kell esetleg megbeszélni, akinek probléma. Szondi egy kiegyensúlyozott ember volt, neki nem volt probléma ezek a dolgok. Ő tudta előtte is, hogy ilyesmi lehetséges. Ezt valahogy az emberek nem akarják megérteni. Ha Szondi és én beszélünk, akkor két magyar beszél, nem két zsidó. Senki se tagadta le, de egyszerűen két magyar, vagy mondjuk két nemzetközi gondolkozású ember is, mert az bizonyos is nem a magyarok specialitása, az mindenkinek a joga van hozzá. Nem akartam egy polgári egzisztenciával válni, akinek a születés halála valahol megvan már szabva, és szóval én felszabadulni is akartam, és főképp sok lustaság és munkakerülés is volt ebben. Én nem tudom, honnan vettem a bátorságot. Elkezdtem foglalkozni szürrealizmussal, dadaizmussal, szóval a utóbbi idő, évtizedek, most beszélek 1950-ből, előtte lévő évtizedek, nagy szellemi forradalmi mozgalmaiból. Politikával sosem foglalkoztam. Engem a szellemi forradalmak érdekeltek, a dadaizmus, a futurizmus, a Bauhaus, stb. És akkor volt ez a hihetetlen naivitás vagy arcátlanság, hogy én rögtön kisadtam egy folyóiratot. Hozzá nem volt pénzem, és tulajdonképpen az előfeltételek se voltak meg, de meg voltak az emberek, mert akkoriban a hírességek ismeretlenek voltak, már vagy még. És akkor ezek mind támogattak engem, a öreg tadaristák még éltek, Árp és Hausmann és Hans Richter, stb. Na most persze
A probléma az volt, hogy kiadtam a folyóiratot, azt senki nem olvasta, senki nem vette meg, és nem tudtam a nyomdász kifizetni. Nem is volt terjesztésem. Az első folyóiratom Panderma volt. Ez úgy, azt hiszem 11 számig kihúzta, és akkor gondoltam, most mást kell csinálni, ez most már van. Akkor csináltam később a Radárt, abból csináltam 6 számot, az is folyóirat volt. Rendszertelenül megjelenő folyóiratok voltak, nem úgy volt, hogy 2 hónapig, vagy egy fél év. Rendszertelen. Elő volt a Panderma, azt mindenki támadta, hogy egy zagyvaság, és túl késő, és dadaista, és ez ma már nem aktuális, és minden. Amikor megjelent a Radár, akkor írta Nemecsek úr, egy német, azt írja, hogy László Károly, aki Európa legjobb folyóiratját adta ki a Pandermát, most egy vacakot ad ki, ahol csak őróla van szó, még a Boboz is alig, ahol is van szó, de László Ada előfordul. Ez volt akkor, mint a Pandermát mindenki mondta, hogy milyen szemét. Most majd meglátjuk, hogy legközelebb. Ha még csinálok megint egy folyamat, akkor majd a Radárt dicsérik. Az én szándékom nem föltűnés, nem az igazság vagy az emberiség megmentése volt, hanem a tanúskodás. Most hozzá kell tennem, hogy kicsit az érdemeimet csökkentsük. Ezek az emberek mind, Kassák, Boróz, egyszer már a emberiség ma legmagasabb szintjén el voltak ismerve, csak a tömegek nem ismerték el őket. Szóval nem én fedeztem fel Kassákot vagy Boruszt, hanem nemzetközi nagy szakértők, vagy írók, vagy művészek, azok tudták, hogy a Kassák milyen fontos, vagy a Borusz milyen fontos. Én csak tulajdonképpen megtaláltam azokat, a keveseket, akik illetékesek a sok illetéktelen emberrel szemben. Művészek, akik nem voltak, Árp és ilyenek, azt mondták nekem, hogy így nem tudsz létezni, csinálj kis műkereskedelmet, mert különben éljen az, és nem tudod a nyomdászt kifizetni. Adtak nekem bizományba dolgokat, de akkor én rájöttem valamire, ami nagy szerencse volt, hogy van valami, amit lehet kapni ingyen, vagy majdnem ingyen, amit mindenki kidob, tudjuk a szecessziós művészet. Az akkoriban a Bolha piacon ott feküdt, és egyébként se kellett, vagy pincékbe lehetett találni. Az emberek megvetették a nagyszüleiknek a stílusa. Elkezdtem nagyba összegyűjteni szecessziós anyagot. Például az egyik ember, aki a szecessziót nagyon becsülte, volt Salvador Dali. De eltekintve néhány ilyen bolond embertől, mint Dali és én, és még néhány, ez nem volt téma, szóval ez inkább azt nevezték gicsnek, amikor nem ért semmit, akkor el tudtam hozni. És akkor vártam. A gyűjteményeim nagyon magas kvalitású darabjai azért vannak meg, mert nem lehetett eladni. Viszont sok mindent el tudtam adni, ami közepes. Rosszal nem foglalkoztam, amit én rossznak tartok, így értem. Az én közeledésem a művészethez egy ponton született meg, Baranya megyében. Én 14-15 éves koromban, mint ismert falukutató voltam, és mentem egyedül faluból faluba, és gyűjtöttem a hímzéseket, a faragásokat, a szőtteseket, és akkor így ez volt az első összetalálkozásom a művészettel, és még az anonim művészettel. A mai napig nagyon becsülöm az anonim művészettel. Azért szeretem a utcán a graffitiket is. Az az igazi művész, akinek nincs szüksége, hogy tudják, hogy ő a román és gótikus katedrálisoknak nem tudjuk a szobrászok nevét, mert nem írták oda, nem írták alá. Ez szerintem a legmagasabb művészet, az anonim. És az anonimen kerültem keresztül a nevességhez. Én adtam egy ismeretlen fiatal művésznek havi 500 márkát, hogy meg tudjon élni, akkor az több volt, mint ma. Szóval tudott lakni, tudott élni. És ő
a Grützki, Johannes Grützki, majd Németország legkevesebb művésze, ő aztán múltkor megnyitotta Potsdamban egy kiállítást, ami tulajdonképpen rólam szólt, és ő azt mondta, hogy én csináltam őt, mert én neki kevés pénzt adtam, de az kellett neki, abból tudott megélni. És őt nem zavarja, hogy aztán később a sokkal többet ér, mert más nem adott neki semmit. A legtöbb művész belátta, hogy én akkor vettem, amikor nem értek semmit. De volt egy-kettő, azt mondta, hogy kilettek zsákmányolva. Mert 10 évvel ezelőtt ugyan nem ért semmit, de ma sokat ér. Hát mondom, és hogyha nem ért volna 10 év múlva se semmit, hát az az én rizikóm volt. Itt vannak ilyen nézeteltérések, de a legtöbben nincs problémám. Igenis, akinek érzéke van, vagy szeme, vagy ösztöne, az látja ki a nagy művész és ki a rossz művész. És ez az időkülönbség, hogy előbb látni, ez nem szerencse kérdés, ez egy fajta adottság. Azt mondta egyszer egy híres művész, aki később híves lett megint, a Robert Michel, azt mondta, maga nem utasson a Lászlónak föstményeket, ez nem lát, ha ráül, akkor jobban látja. Tegye a székére. Ő csak érzi, ő nem lát. És ez így is volt. Veszteség van, abszolút veszteség és relatív. Abszolút a tévedek. Na most ez sem így van egészen, mert a legszörnyűbb festőket remekül veszik, például a Sass Ender vagy ilyet, azt el lehet adni. Hát az ember nem tudja elképzelni, hogy ilyesmit el lehet adni. És Magyarországon egy félbolondok hada vette a képeit. Ilyen van másut is. Szóval lehet nyerni a tévedésből is, csak én sosem nyúltam volna ilyen festőhöz. Vazavili az vásárhelyi volt, Kézdi vásárhelyi győző, de egy rendkívül nagy lelkű ember volt, csak egy kis hibája volt, hogy kommunista volt. Csak ő Párizsban volt kommunista, Magyarországra, hát az nagyon könnyű. Én Kassákot Vazavilin keresztül ismerem. Mert azt mondta ő a Kassáknak, én tudok egy magyart, aki magának hasznos lesz. Egy, a László. Azt mondja a Kassáknak, az a szerencsétlen Vazavili, hogy milyen jó magának Kassákú, hogy ott élhet a kommunista Magyarországon. Azt mondja a Kassák, aki szlovákosan beszélt, tudja mit? Menjen magá Magyarországra, és én jövök ide a magá házába. Ez volt a beszélgetés. Hát naív is volt. És mint művész valamiben Bortnyik tanítványa volt, kérem. Ne felejtsük el. Nagy kollaborás. Na most, a Vazavili egy bájos, nagylelkű ember volt. És ő bárkinek, ha azt mondja, hogy nekem nincs, ha egy millió mostan azt mondja, sokat kell fizetni. És egy másik azt mondja, miért ne csinálom? Mindenkinek küldött pénzt, aki kért tőle, nem nézte, hogy kicsoda. Nem sokat, de mindenkinek küldött egy kis pénzt. Na most az én ebédlőm egy Morandini nevű olasz művésztől van tervezve, a bútorok, a menyezett Vazavili, és az oldal Vazavili fia Ivaral. Ez úgy került oda be, hogy Vazavilinak egy föstményét a Bázeli Múzeumnak ajándékoztam. És én ezt azonban nem akartam elveszteni. Tehát mondtam Vazavilinak, megcsinálhatom-e én négyszer a nagyon tetőnek? Azt mondta, persze, hát világos. És akkor én valakivel lekopíroztattam a képet négyszer a nagyra menyezetnek. Jöttek a betegséges minden, kirabolta őt a menye és a múzeum igazgatója, egy szegény házba került a végén, ott borzalmas körülmények között halt meg, borzalmas vége volt. A nagyapja elkártyázta az egész vagyont, övék voltak különböző fürdők Erdélybe. Na most ő épp úgy, ahogy a nagyapja elkártyázta, ő is adott akinek, aki akar. Be vannak zárva az összes vásárhelyi múzeumok, csak Magyarországon maradt meg, Pécset és Budapesten. Ő azt hitte volna, hogy Magyarországon először szűnik meg, ott maradt meg. Érdekes az, hogy hamis gondolatok, vagy kétséges gondolatok nagy művemekhez vezethetnek. Egy nemzeti szocialista, vagy egy kommunista, az lehet ugyanakkor a legnagyobb hülyeségből egy nagy költő, vagy egy nagy író, vagy egy nagy festő. Szóval hamis ideológiával lehet
helyeset csinálni, mert ő nem is veszi észre, hogy jót csinál. Ez az ellentmondás van. És ez egy műgyűjtőnek nagyon kellemes, ha tudja magát túltenni az előítéletein. Egy katolikus hitű föstő. Annak a hite rendben van, de lehet egy nagyon rossz föstő. És lehet egy ateista, akinek a hite nincs rendben, de nagyon jó föst. Szóval ez egy alibi. Ezért van az, hogy a falain nácik és kommunisták képei esetleg egymás mellett lógnak. Igen, amivel én az ideológiájukat nem szentesítettem, csak egyszerűen nem érdekel. Az az ő bajuk. Engem a produktum érdekel, az azt jelenti, hogy a művészetnek úgy látszik, van egy transzcendentális szemszöge. Az érdekes az, szerintem ez a vallással nagyon összefügg. Senki nem tudja, hogy ki és mi az Isten, és mégis tudják, hogy van. Na most a művészet ilyen is, tudjuk, hogy van. Senki sem kételkedik, hogyha lát egy képet, hogy az művészet. De hogy micsoda, azt még senki nem tudta megmondani. Mindenki beszél a művészetről, az helyes, de úgy tesz, mint a tudná, hogy micsoda. Hát ez egy tévedés. 1909-ben adták ki a futuristák, és nem is elveszékeltek, hanem diadalmasan mondták, vége a művészetnek, ma már nem egy a Milói Vénusz szép, hanem egy repülő, vagy egy autó. Na most ez egy nagy fejlődés, ez nem jajveszékelés volt, és ez be is következett. A fölismerés gyakran előbb van, mint ahogy a dolgok futnak. Nem is azért jött, mert a futuristák mondták. Akkor jöttek a dadaisták, a szürrealisták, és mindegyik lassan rájött arra, hogy a társadalom a technikai és szellemi állapotának megfelelő dolgokba talál kielégülést. Úgy, mint Nietzsche mondja, hogy Isten meghalt, úgy meghalt a művészet, ami nem jelenti azt, hogy ő hitte, hogy nincs Isten, vagy hogy én azt hiszem, hogy nincs művészet. Helyett a zenében egész másképp van. A képzőművészet 907-ben kezdett meghalni, és a haldoklása egy hatalmas virágzás volt. A legérdekesebb tárgyakat mindig gyorsabban, a változás miatt állították elő, és ugye a II. Világháború után már csak azok a művészek lettek híresek joggal, akik rombolták a művészetet. Ilyen volt a Bajsz, ilyen volt a Andy Warhol, ilyen volt a Twombly, akik a műveikben a művészet végét mutatták. Szóval a művészek maguk mutatták, hogy vége van. Ez nem valaki kívülálló jön, mint az orvos, hogy meghalt a paciens, hanem a paciens saját maga még megírta, hogy meghal. Na most, ez nem jelenti, hogy nincs művészet többet. Van film, van videó, van mindenféle, az mind művészet. De az a fajta képzőművészet, hogy valaki föstöget, és valaki egy bekeretez valamit, és azt el akarja drágán adni, és azt hiszi, hogy lángész. És ha elég alkoholt iszik, akkor a közönség is elhiszi, hogy a lángész. Azelőtt egy nagy kalapja volt, most nem tudom, hogy mit csinál. Ez a vége felé jár, és mind az emberi tévedések szoktak lenni, amikor valami a legjobban a végén van, akkor esetleg egyesek a legjobban ünneplik. A látszólagos virágzás, ami nem a művészet virágzása, hanem a műkereskedelem virágzása. A művészetből tőkebefektetés lett. Az üzletnek nem szabad egy rossz mellékizének lenni, mert a nagy művészek Dürer és Rubens, azok is üzletemberek voltak. Nagyon alkudoztak a városokkal egy képért, hogy mennyit akarnak. Szóval ez egy nagy művész lehet egy rossz vagy jó üzletember. De ha csak üzlet, vagy az üzlet diktálja, hogy mit csináljon, akkor a graffiti az teljesen megfelel a művészet föltételeinek. Úgyhogy én nem azt mondom, a művészet hal meg, az eddigi művészet hal meg. Az a fajta művészet, ami például itt lóg. Ez egy múzeum. Én sose gazdagodtam meg,
mert nekem a vagyonom a műtárgyakban van. Nekem nagyon kis vagyonom van. És azt is részben elosztogatom, a Babics díj például Magyarországon, vagy más ilyen dolgok. Én nem is akartam soha gazdag lenni, nekem az volt a fontos, hogy meg tudjak élni. És mondjuk a gyűjtemény arra jó, hogyha holnap éheznék, amit nem látok pillanatilag, akkor eladok egy képet. Csak persze mindig az van, hogy lévén az én fejemben az volt, hogy én Magyarországnak gyűjtök, és nem magamnak, azt úgy érzem, hogy ellopom az országtól a képet, ha én eladom, de kénytelen vagyok néha. És luxus is szeretem, hozzáteszem. Én nekem autó is kell, szóval én nem pont a rakott kumpliba kell pénz, nekem másra is kell. Én kiálltam a frankfurti könyvpiacra egy táblával, rajta volt Hitler, Stalin és Mao. Akkor Mao volt a bálványa a fiataloknak. Stalin és Hitler már nem. Mindenkinek volt egy kis vörös könyve, abban vettes hülyeségek voltak, de mindenki a értelmiségek, egyetemi tanárok felolvasták, hogy Mao Tse-tung azt mondta, hogy ha elmúlik az éjszak, akkor jön a hajnal. És ilyenek, és mondták, hogy milyen bölcs ember. Nyugat-Európában a gazdagok és a értelmiségek belehabarodtak ebbe, de én nem. Volt a 68-as berlini diák. Én nem nevezem, az nem volt igazi forradalom. Egy diák zendülés. Én azonnal utaztam Berlinbe, volt egy barátom, aki kicsit szimpatizált velük, egy diák, és két hétig én szimpatizáltam velük, két hétig. Tudnék, mondták, hogy ők nem akarnak olyan kommunizmus, mint Kínában, mint Oroszországban, ők egy szabad kommunizmus akarnak, én nem tudom micsoda. Két hétig áfiumot bevettem, de két hét múlva rájöttem, ez mind mese. Ez mind duma, ezek elkényeztetett neurotikus polgárgyerekek, akik abszolút nem volt hajlandók áldozatokat hozni, hanem szeretnének egy Porsche-ban menni a forradalomba, ugye? Két hét. Pont két hét kellett, hogy Márkuszt elolvassam, és láttam, ez egy nagyon gyönge gondolkodó. Ellentétben Adornóval és Horkheimmel, akik szemben álltak a forradalommal, akiket tüntettek se ellenük, a Márkuszt, az volt a leggyöngébb ember a frankfurti iskolában, az rögtön becsúszott, mint Lukács György a kommunizmusba, ő is gyorsan be, itt lehet sikert aratni. A Hannah Arendt írt egy könyvet a revolúcióról, ahol mutatja, hogy a revolúció szó azt jelenti visszamenni. Körben. Amikor a francia forradalmárok akartak forradalmat, akkor az abszolút királyság ellen a konstitucionális királysághoz akartak visszamenni. Ez volt a forradalom. Vissza a szabadabb formájának a királysághoz. Szóval a revolúció, mint olyan, teljesen félre van értve. Forradalmat értenek rendetlenséget, mindet szétverni, és nem tudom én, valamilyen ködös cél érdekébe. Nem ez a szónak az értelme. A revolúció az egy konzervatív embernek a visszatérése más körülményekhez, és nem az ismeretlenbe belemenni előre. Múlt nélkül nincs jelen és jövő. Aki ezt nem tudja, az egy nagy hiba. Én a pop világban találtam meg a korunk egyetlen jogos forradalmát. Tulajdonképpen a protestálás abból állt, hippiknél és a többi,
a nem tövődömség. Nem érdekel minket a társadalom. Már nem akarjuk még reformálni, már nem akarjuk még semmisíteni, csak nem akarjuk őket látni. Mi másút vagyunk. Egy negatív protestálás volt. Nem tudomásul venni. A szülőkkel nem lehet beszélni, azok úgyse értik. Már nem harcoltak a szülők ellen, nem beszéltek előttük. Szóval egy visszavonulás volt inkább, mint az aktív 20-as évek, 30-as évek dadaizmus, szocializmus, futurizmus, mindenféle izmusok, amik még harcoltak. Itt volt egy ilyen nagy elkülönülés, hogy úgyse értik, kár ezt vitatkozni. David Bowie például erősen jobboldali volt. Az a csókával is tudott volna beszélni. És érdekes volt szellemileg, nagyon művelt volt, nem tartom a legnagyobb popzenésznek, de egy érdekes ember volt. Akkor voltak, akik nagyon balra mentek. De lényegileg a mozgalom nem volt politikai. A hippiségről van szó itt, ugye? Sokat ártott, hogy leegyszerűsítették olyan emberek, mint a nagy barátom Timothy Leary, aki egy nagyon felületes amerikai reklámember volt, aki kitalálta, hogy sex, drugs and rock and roll, ugye? Na most ez egy rettenetes, szörnyű leegyszerűsítése volt a dolgoknak. És ezek a leegyszerűsítések sok alkalmatlan embert is vonzottak, aki végén csak az egyik vagy a másik miatt jött, ugye? De nem az egész életmód. És akik a szabadságot keresve a legszörnyűbb rabszolgaságba mentek be. Mert nekem semmi kifogásom nincs a kábítószerek ellen, kivéve, hogy az ember rabszolga lesz. Nagyon sok boldogtalan ember is lett, volt, aki kiugott az ablakon, volt, aki már volt betegséges, az kijött belőle. Úgyhogy az optimizmus, hogy a világ a paradicsommá válik evel a formulával, sex, drug and rock and roll, ez úgy nem vált be, mint semmi másnál nem vált be a paradicsom. A pop világot én akkor nem úgy néztem, mint most, mint történelmi jelenség, hanem az volt a jelen. Az ember a jelenben nem szokta definiálni, hogy miben élek. Utólag visszanéz, és akkor jönnek könyvek, és minden, és akkor az ember azt mondja, hát ez volt a pop kultúra. Mi voltunk a leprások, a társadalomnak a hányadéka, akik ugye a peremen éltek, és akit nem nagyon vett senki komolyan. Hát persze, hogy ezek egymással, hát senki sem volt híres még igazán, vagy elismerten híres, avantgárd, ugye úgy hívták. Boróz sose lett igazán népszerű. Ő, mondjuk, hogy ő egy néhány százezer ember között a világon a legnagyobb bírónak számított. Ő a nagy amerikai közönséget nem ért el, ő be volt tiltva Amerikába. Párizsban jelent meg az első könyve, mert őt annyira erkölcstelennek találta az amerikai közönség, akikben egy őrült puritánság van, mint tudjuk, hogy Boróz mindig egy leprás volt, aki Európában lett híres, és akkor az Amerikában is volt persze egy nagy köre, akkor aztán valamikor beválasztották valami akadémiába. Ginsberg az egy más eset, ő részt vett a hippi mozgalomba. Ő ugye volt a híres plakátja és a költeményei, ő a mozgalom egy része volt. Boróz nem volt mozgalom, ő csak szimpatizált vele. És az egész mozgalom fölnézett Borózzal, mint a próféta. Mi volt Kassákban és Borózban az azonos? Mind a kettő teljesen úriember. Most ennek semmi köze a származáshoz. Kassák egy lakatosinas volt, vagy valami ilyesmi. A Boróz egy előkelő amerikai családból jött, de mind a kettőben volt egy, na mondjuk előkelőség. De
Persze ezt lehet rossz félreérteni. Nem az, hogy úgy azt csinálták, amit az etikett vár. Kassák sohát se tett föl egy nyakkendőt életében. Boroz úgy élt, mint egy csavargó. Szóval itt meg kell érteni, a személyükben volt valami, ami még többen is volt, most csak pont kettőről beszélek. És ez egy kellemes dolog, ha az ember ilyen emberek között van, viszont olyanok, akik nagyon tehetségesek, vagy lángeszek, de a mentalitásuk idegen, azokkal nekem fáraszt az együttlét, inkább elolvasom a könyveiket, vagy megnézem a képeket. Példának okáért. Ginsberg, aki egész biztos korunk egyik legérdekesebb és talán jelentősebb költője, aki a tömegeket is elérte, de a elitet is, itt jött be, itt lakott nálam, és még látom, amikor bejön. Ginsberggel világnézetileg egyáltalán nem értettünk egyet. És én az ő gondolatait sosem követtem. Talán ő se az enyémet, de ezt nem mondta. Én nem akartam vele összeveszni. Hát értem, nem azért, mert féltem összeveszni, de minek? Ginsberg filozófiája őszintén számítás nélkül és bátran volt, ami nekem nem az filozófiám, hogy a világon két dolog érdekes, amiért érdemes élni, az a szocializmus és a homoszexualitás. Na most én meg vagyok győződve, hogy nem ez a két dolog, mind a kettő van, de hogy ezért egyedül élni érdemes, ez nekem idegen. Abban nem beszélve, hogy a szocializmus szerintem egy kifutó modell, szóval azt már nem gyártják, csak kommunisták vannak, de kommunizmus nincs. És a homoszexualitás szerintem magánügy. Andy Warhol egy ember volt, aki mindenki tudta, hogy mindig fényképez. Mellém ült és fényképezett. Állandóan. Hol a fényképek, nem tudom. Milliókat csinált. Ha ezt tudtam volna, hogy az anyjával, aki ruszin volt, egy fél magyar, fél ruszin nyelvet beszéltek, az anya sosem tudott meg angolul, akkor beszéltem volna magyarul, de ezt nem tudtam akkor még. Mindegy. A Valahol tudott, ő találta föl a beszédet, ahol az ember semmit sem mond. Ezt mindig a politikusokról mondják, de őnála nem az volt, mások voltak a célok, mint a politikusoknál semmit sem mondani. Valahol például ültem ott, és akkor az is előfordult, hogy hozzám fordult fényképezés közben, és mondott valamit. Azt mondta, ez a badge, ami rajtam van, az volt rajta, hogy I love New York, szeretem New Yorkot. Azt mondja, ez miért van magán? Vagy te vagy? Hát angolul nincs maga is te. Hát mondom, vettem New Yorkba, és tényleg szeretem New Yorkot. Azt mondja, aha. És akkor ez volt a beszélgetés. Ez itt nagyon kijött önmagától. Ez ritkán volt, hogy ennyire személyes lesz, és ilyen komoly dolgokról beszél, de a szokás az volt, hogy megismételte a mondatot. Például, nem tudom, én kérdeztem, vagy valaki más, miért fényképez állandóan? Azt mondja, hát mert fényképezni akarok. Kész. Én egy hétig voltam New York, Londonban, akkor hazajöttem, és egy harmadik héten voltam New Yorkban. Bulik sose érdekeltek. Mindig személyekhez mentem. Én követtem például a nagy nemzetközi irodalmi programokat. A Boroz kör például New Yorkba csinált egy ilyen néhány napos, nem tudom, minek nevezzem, mindig olyan vidéken, ahol életveszélyes volt oda menni. New Yorkba természetes a Bronxba, Londonba egy olyan vidéken, ahova egy autó, taxi sem volt hajlandó odavinni engem, míg én találtam egy feketét, mert az egy fekete vidék, és egy feketét kevésbé ütnek agyon. Akkor volt a nagy költői találka, rendkívül érdekes emberek voltak, akiket sose hallottam. Angolszász világban nagyon gyakori, majdnem természetes, úgy, mint Petőfi Sándor a saját verseit szavalta, ott is a költők maguk szavalják a verseiket, nem egy fölolvasó. Vannak New Yorkban minden héten két találka, egy ilyen kocsmában, ahol jönnek a fiatal költők, hihetetlen jók. Ezek valahol szellemi találkozók voltak, nem? Völtében. Az egész világból jött egy kis csoport, aki ehhez vallotta magát. Úgyhogy ott több volt a hívesség közönségben, mint a színpadon.
Ugye Bohóznak volt egy hihetetlen kisugárzása. Maga körül vonzott az embereket, és nagyon érdekes, hogy mindenki, mint Kassáknál, a környezetben elismerte, hogy ő a vezér. Itt halk volt, sosem parancsolt semmit, soha nem kívánt semmit, és mindenki automatikusan vezérnek nézte. Ő nem volt egy beat író, de ő a beat írókkal mind nagy erős kapcsolat, és őt nagyon becsülték. Neki is, Ginsbergnek is, Kerouac, Cassady, ezek mind egymást ismerték. A világ állt egy klubból, aminek 200 tagja volt. És a klubon belül azt hitt az ember, hogy mi vagyunk a világ, és a klubon kívül a sötétek. Run, 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 gypsy devil, you. Tell you what to do. Minden uralkodó világnézet, az akarja az embereket kontrollálni. Ez Bohóznak a nagy tana, hogy a kontroll a világ társadalmának az alapja. És egy kábítószer se enged meg egy másodikat. A kommunizmus nem tűr maga mellett még egy kábítószert, ugye, mert ők akarnak az egyedüliek lenni. És ez más világnézetnél is így van, hogy egy monopolt akarnak a kontrollra. És nem akarnak embereket, akiket már nem érnek el, ma nincs már kontrolljuk alatt. Na most a kábítószernek az a baja, mint a politikának. Egyiket okossá teszi, a másikat elhűíti. Szóval nem lehet azt mondani, a kábítószer így vagy így hat. Nem igaz az, hogy mindenkinek árt, nem igaz az, hogy nincsenek szédítő élmények. Az is igaz, hogy embereket megöl, vagy elhűít, vagy... Na most hozzá kell tennem, hogy általában a hülyék hülyébbek, és az okosak okosabbak lesznek, de ez sem mindig így van. Önnek jó ismerős a Hoffman, aki föltalálta az eleszt. Ez más, egy tudós, aki föltalált egy anyagot, ő nem kábítószert akart föltalálni, hanem mikor kísérletezett, ő ismerte vegyileg a peyot és a meszkalint, és ő gondolta, hogy talán ezt szintetikusan is elő lehet állítani. Ő szándéka volt egy terápiás anyag, ami esetleg a pszichoanalízis mellett, vagy együtt terápia használt, ezt ma is csinálják külön Amerikában. Na most, én vagyok egyik a kevés embernek, aki állami engedéllyel szedett LSD-t. Mikor az LSD-t felfedezték, akkor volt a bázeli pszichiátra, egy magyar vegyész, aki LSD-vel foglalkozott, és azt keresztül vitte, hogy az egyetem megenged diákoknak, hogy egy új anyagot kipróbálni rajtuk. És én jelentkeztem azonnal, és akkor bementem, de én nem tudtam, miért nem lehet megmondani, akkor már nem kísérlet. Csak azt mondták, most kap valamit, és szépen mondja meg mindent, amit érez, vagy amit eszibe jut, és mi itt maga ott ült mellettem egy ápolónő és a vegyész, és akkor vettem egy olyan trippet, ami soha életemben nem volt egy ilyen. Vagy olyan jó volt az anyag, vagy én voltam szűz ezen a vonalon. És egy szédítő trippet csináltam állami engedéllyel. Hát ez nem sok ember mondhatja. Egy kontrollált, nagyon tudatos ember, az minden kábítószert kibír. Ma is, csak hogy tudjuk... Nem tudunk törvényeket csinálni, hogy csak Freudnak szabad szednie, és még 30 embernek, hanem mindenki akarja, ez a demokrácia, tehát sajnos be kell tiltani, mert olyan is szedné, akinek nem jó. Az én szociális helyzetem nem vitt engem egyenesen a punk mozgalomba, de közlekedtem velük, és a zenéjük nagyon érdekelt. Miért adta ki a No Future című könyvet? Azért, mert abban a korban én jártam Londonba, és ott virágzott a No Future mozgalom. Jártak ilyen t-shirtökbe, voltak ilyen
éjszakai helyek, ahova az ember ment. Ez a levegőben volt, és a No Future inkább zenei mozgalom volt, mint képzőművészeti. Hoztak ilyen tisztöröket, de nincs, nem ismerek No Future festészetet. De van túl jó No Future zene. És a No Future, nem szabad szó szerint venni, azért neveztem én a könyvemet a No Future, és ami utána következik. Szóval a művészek csak úgy tudnak létezni, ha azt, amit mondanak, és amiben hisznek, véglegesnek és abszolútnak tartják. Ez nagyon jó nekik, vagy a művészetnek. De az egyáltalán jelent, hogy ránk vonatkozik, hogy No Future azt jelenteni, hogy nincs jövő. De kérem, a mi legszentebb könyveink, például a János apokalipszis, és az egész monoteista vallás, mohamedánok, zsidók és keresztények, azok mind hisznek a világ végébe. Ott egy világ elkezdődik és végződik. Tehát egy olyan mozgalom, ami oda mutat, hogy lehetséges egy világ vég, az a mi vallásunknak, az nem ideológia, megfelel a lehetőség, de nem az, hogy mikor. Tudnélik, szerintem a jó tanulni, hogy ott tévednek, hogy akarják dátumokat fixírozni, és én nincs kételjem, hogy a világ vége jön, de az jöhet 3 év vagy 5000 év után. Én azt is hiszem még személyesen, hogy benne vagyunk a világ végében, csak nem tudjuk, meddig tart. A hindu is azt hiszi, hogy a Kali Yugában élünk, az utolsó korszakban. Csak erre azt mondani, hogy na, te jó Isten, akkor holnap után már nincs a világ? Nem. Az lehet 500 év múlva is. Akkor is benne élhetünk. Engem nagyon érdekelt a exotikum, a buddhizmus, hinduizmus, de soha nem úgy, mint manapság ezek az elmebetegek, akik mindenféle szektákba mennek, mert azt hiszik, hogy az ember válogat vallások között, mint az ingeket válogatja. Sose jutott eszembe, hogy én buddhista leszek, de érdekelt az ő életmódjuk, érdekeltek a filozófiájuk, a vallásuk. Van kétfajta buddhizmus, az egyszerű, például a Siamba, vagy a gazdagabb képzeletű, a tibeti. Keleti tárgyak, azokat én inkább, mint művészi alkotásokat érdeklődtem, mert tulajdonképpen nekem nem szimpatikus kegytárgyakat gyűjteni. Ezek már nem lettek kivéve kolostorból vagy templomból, hanem kereskedőkre lehetett kapni, ez már áru volt. De engem vonzott a stílus. Na most én meglátogattam a Dalai Lámát. Olyan volt, mint egy nagyon egyszerű, okos, szimpatikus ember. Volt egy titkám, aki néha kisegítette egy angol szóval, ha nem jutott eszébe. És ötnegyed órát beszélgettünk. Lehetett kérdéseket tenni. Mikor bejöttem, akkor ott ült köztünk, nem magaslaton. Oda jött kezet adni, azt mondja, angolul maga micsoda, mondom magyar, és hát akkor mi mind a ketten menekültek vagyunk. Ez volt a válasz előtt. Amikor elmentünk 45-ben, akkor számunkra pláne 49 után Rákosék, Magyarország többet nem létezett. Az eltűnt a világból. Nem akartunk tudni Magyarországot, azt sem tudtam, hogy mi van, tudtam, hogy szóval lényegét tudtam, nem is akartam tudni. Nem létezett. 56-ban egyszerre mindenki magyar lett. Aki soha többet nem akart Magyarországot hallani, egész nap ült a rádió mellett, a nővérem és én is, mindent elolvastunk az utcán, abból lettünk magyarok. Mert mi már ezt már leírtuk. Azt mondtuk, ennek vége, oda többet nem megyünk, ennek nincs jövője. Talán a Rákosi örökél és a Szilhalin is. És 56 több, nagyobb volt a hatása a magyarokra, mint a katonai siker. Az nem volt nagy. 68-ban én lementem Prágába,
meg akartam nézni a prágai tavaszt. Hát az nagyon érdekes volt. Akkor még az oroszok nem voltak benne. És akkor azt mondtam, autóval voltunk, hát ha ma itt vagyunk, lemegyünk Magyarországra. Na most Prága után Budapest egy sivalomház volt. Ott őrült élet és vidámság, itt sötét a lámpák, alig égtek, tudod, és bementem a hotelba. Én úgy csak sejtettem, aki nem tudtam, hogy mindet lehallgatnak. Nagyon sok ember, aki nem volt kommunista, kollaborált. Mert lehetett. Rákosival nem lehetett. Kádár fölhívta az embereket a kollaborációval. Nem is kellett pártagnak lenni. Csak ő jó gyerek legyen. Ez nagyon ijesztő volt. A másik, hogy sokan mondták, például nyugaton, hogy nem szabad menni oda, mert nem szabad pénzt vinni a kommunistákhoz. Ebben is van valami. Én még azt láttam, hogy én olyan embereknek, akik nem a rendszerben vannak, tudok segíteni, kellett vállalnom, hogy egyben én hasznot hozok a kommunista országnak, mert pénzt hozok. 68 után jöttem vissza Svájcba, és kérdezték, milyen Magyarország, mondom, kommunizmus meghalt. Nincs jövője. Ennek ez a rendszer nem tud létezni. Ugyanakkor, amikor ezt én mondtam és tudtam, elképzelhetetlen volt, hogy összedől magától. Én próbáltam segíteni, és akkor Pórul jártam. Például akartam Pécsnek, a múzeumnak a gyűjteményemet oda ajándékozni. Erre azt mondja, ez a szerencsétlen, állítólag nem kommunista, de tiszta kommunista természetű ember, hogy ja kérem, de például a Batthyány Gyula nem lehet benne. Mondom, mi az, hogy nem lehet benne az én gyűjteményemben? A Gróf Batthyány Gyula egy nagyon jelentős föstő. Nem az egy arisztokrata, aki csak úgy szabad idejébe föstögetett. Hát mondom, figyelj, de akkor nincs gyűjtemény. Ez az elmebeteg nem azt mondta, hogy kapunk 800 művésztől 6000 képet, és van benne egy Batthyány is. Ő azt mondja, nem kell az egész. Ha Batthyány van, hát hogy lehet valaki ilyen buta? Akkor is, ha ő nem tartja érdemesnek. Ugyanaz az ember, aki nem akart Batthyányit, az kijött engem meglátogatni Bázelba, a múzeum megbízásából. Nekem csak az tűnt föl, hogy nem volt ideje, mert egy lencsét keresett a fényképezőgépéhez. Ez volt az ő fő cél, mert akkor nem lehetett csak úgy utazgatni. Hát ő kihasználta ezt, hogy most lencsét keressen a fényképezőgéphez. És néha, hogy körülnézett, azt sem tudtam, mi van a falon. 89 után meghallottam, hogy ilyen paksaméta írások, szakmélemények vannak a pártközbontban az én gyűjteményemből. Ez az ember nem nézte meg a képeket, nem is tudta, mi van ott, és akkor írt, hogy a iparművészet első rangú, a festmények másodrangúak, azt sem tudta, mi van a falon, és nem is nézte meg. Hányan jött ki megnézni műgyűjteményét államköltségen? Többen. Különböző pártok és különböző kormányok és különböző világnézetek. Az nem egy megalázó dolog valahol, hogy egy életművet, egy műkis gyűjteményt felajánlok hazámnak, az országnak, és ilyen nehezen kiéretik magukat? Kérem, ez nem megszégyenítő, hanem botrányos. Ha egy hülye, akarok neki adni egy házat, és azt mondja, hogy a házat nem fogad el, hát akkor ő a bajban, nem én. Botrányos, hülye, de nem, engem nem aláz meg ezzel, magukat alázzák meg. Hát, én nem az én művemet adom oda, akkor lenne, a művész jobban van megalázva, mint én. Én Bázelnak ajándékoztam egy kassákot, egy bőti szobot, egy Vazarelit, már ez se stimmel egészen, hogy csak Magyarország. Mert én itt vagyok állampolgár, bázeli, és itt is megvan a kötődésem. Csak nincs többre szükségük. Na most, ha látom, hogy valakinek szüksége van, és valamilyen oknál nem fogadja el, hát akkor csak nevetni tudok. A kommunizmus nem is lehetett beszélni Moholy Nagyról, mint művész. Múltkor nekem mesélte a Solti. A Solti mellém ül, ami nagyon megtisztelő volt, és ő hallotta, hogy én nekem van Moholy Nagyom. És mondta ő, hogy az anyjának az unokatestvére volt, és neki is van Moholy Nagyja. Szóval van magyar, akinek van Moholy Nagyja, más is, és van nem magyar is, és múzeumok. De
a magyarországi emberek részben nem volt alkalmuk és tőkéjük, és részben tudásuk sem. Na de az ember azt gondolja, hogy akkor szakemberek, uram, bocsánat, művészettörténészek kapacitálják akkor az államot, hogy szerezzük meg László Károlytól ezeket a képeket, amiket ingyen adományoz az országnak. Ingyen, de föltételekkel. Szóval például föltételem, hogy ki legyen állítva, nem hogy a pincébe megy. Örültem, mikor megkapta a Kisteli Múzeum néhány szobáját. Igen és nem. Hát nekem elég nagy a nagyzási mániám, hogy nekem néhány szoba kicsit csalódást okoz. Persze nagyon nagy vonalú attól, akik adták, de nekem nem elég. Az én hiúságom oda vezet engem, hogy szeretnék a legjobb dolgokkal híres lenni, de nem akármi. És ott, ahol lehet. Én nem tartom magamat sehol egy lángésznek. Én írtam, de nem vagyok egy nagy író. Én sok mindent csináltam, semmiben nem vagyok az első. De ha én az elsők szolgálatába állok, akkor hozzátartozom az udvarhoz. Hát miért gyűjtöttem én speciálisan sok magyar művészetet, és amelyet persze nemzetközit is? Mert a magyar társadalom elejétől kezdve konzervatív társadalom volt, ami úgy egy Ady Endre ellen, mint egy Ripple-vónai ellen föllázadt a konzervatív érzeményekből. Aztán idővel elfogadták persze. Akkor jött a nagy, két nagy tilalom, a rövid nyilas uralom és a hosszú kommunista uralom, amely megsemmisített művészeket, néha még műtárgyat is, de főképp a pincékbe száműzte, vagy a művészről nem szabadott beszélni. Kassák, mint föstő, nem jelenthetett még úgy 80-as évekig egy könyvben a neve, mint föstő, mint író még lehetett. Na most ezt meg kellett menteni, mert veszélyeztetve volt, nem tudtuk, hogy meddig tart ez a szisztéma, ugye? Még ma is csodálkozunk, hogy ami jött. És hogy ez megmentődjék, ugyanakkor én nem titkolom el, hogy nekem a műtárgyak élvezetet is okoznak. Szóval én nem csak szenvedtem a művészetét, hanem én szórakoztam a művészettel. Budapesten, a műcsarnokban az én gyűjteményem egyharmadához több ember jött, mint előtte évekig akármilyen kiállításhoz. A közönség nem olyan rossz, mint a szakértők, ugye? Miért szeretné Magyarországnak ajándékozni a képeit? Miért? Ez olyan, mint ha valakit kérdeznek, hogy miért a gyerekeibe hagyja a vagyonát. Hát én a szüleimbe hagyom. Szóval, hát kinek másnak? Hát magát onnan elüldözték, magát onnan elvitték Auschwitzba. Magának nem fogadják évtizedek óta lassan a képeit. Mit szeret ebben az országban? Kérem szépen, nekem Magyarország nem csak Auschwitzot ajándékozta, nekem a Ady Endrét és a Arany Jánost is ajándékozta. Nekem a nyelvet ajándékozta, nekem a magyar vidéket ajándékozta, nekem a falvakat, ahol az őseim éltek. Én azt látom, amit Magyarország nekem jót ajándékozott, és tudok róla, hogy nekem és másoknak rosszat. De ez Széchenyivel, Rákóczival, Kossuthtal mind előfordult. Hát az ország nem csak a zsidóknak adott rosszat. Hát mennyi embert üldöztek innen el, vagy el kellett mennie, vagy... Hát tudjuk, hát ez a magyar sors, hogy ez... Én vidám ember vagyok, de Magyarország nem egy vidám történelem. Hogy értékeli az elmúlt 10 esztendőt? Kérem, én látok egy nagyon pozitív dolgot és egy nagyon negatívat. Véleményem szerint Magyarország fejlődik, gazdagodik, jobban megy, mindent összevéve, most nem egyéni sorsokról beszélek, a fejlődés nagy,
Minden kormány alatt volt fejlődés, hát nem is válogatok, hogy Antal vagy Horn vagy Orbán, mindegyik alatt valami történt, de most jön a negatívum. A magyar nép mindent, ami jó, azt ignorálja, és csak a rosszról beszél. Szóval a pesszimizmus, aztán a egymás elleni harc, az rettenetesen deprimáló. Ahol az ember magyar körökbe megy, akárki, katolikus, protestáns, zsidó, máltai, lovag, vagy én nem tudom micsoda, mindegyik intrigál a másik ellen. Nem létezik egy magyar összefogás, mert a svájciak akkor is tudják egymást utálni, ha összefognak. Ami érdekük, ott összefognak. És akkor esetleg nem szeretik tovább a Zürichét. De itten késre menő harc van egymás ellen, és elfelejtik az ország érdekeit. Magyarország sokkal nagyobb jövője van, mint Nyugatnak. Egy fiatal, aki innen elmegy, az egy hülye, mert itt lehet valamit csinálni, és ott semmit. Ott minden széken ül valaki, ott egy itemnek nincs elég tőkéje, minden olyan hatalmas cégek vannak, és minden be van töltve. Nincs már, nem lehet újat csinálni. Itt rengeteg újat lehet csinálni. Halál maga nekem, ahol én rég kibékültem, mi évtizedek óta együtt élünk, én kétszer már majdnem meghaltam, nem volt szörnyű, én annyi halottat láttam, hogy nekem nem idegen a halál, ez csak egy futó valami az élet, ott van végre az örökké valóság. Ez csak egy átmenet, ez egy rövid állomás.